Menjél. 80 Alfa Romeo-s csapat mérte össze tudását a 22. Szelénia Rallyn. Az olasz autók szerelmesei körében közkedvelt eseményt idén Dombóváron rendezték meg. 22. alkalommal szervezünk az eseményt, ez egy országjáró autós ügyesség és kirándulós program, aminek a lényege az, hogy minden évben az ország más-más régióját látogatjuk meg. A idei évben egy Dombóvár és környéke esett a választásunk. A versenyzőknek egy 150 km-es távot kell nagyjából teljesíteniük, amihez egy titkos szintidő tartozik. A titkos szintidőt a versenyzőknek természetesen a KRESZ szabályai betartása mellett kellett teljesíteniük, miközben útjuk során 11 állomáson feladatokat is oldottak meg a csapatok. Az első Szelénia Rallyt 1999-ben rendezték meg. Ez a néhány autóval indultunk 1999-ben, most pedig a maximális szintet 80 autót elértük, ezt egyelőre nem is akarjuk növelni, legfeljebb majd akkor esetleg egyszer-két napos lesz a rendezvényünk. Az országos rendezvénynek az alfások mellett a dombóváriak is örültek, akik több évfordulót is ünnepelhetnek ebben az évben. A futam végeztével a versenyzők az egyéb programok mellett egy közös ebéddel zárták a napot.